papír itt harcolta adott esetben a zsipszán, vagy benne a parlamentben, mást is más mondta, nem volt mobiltelefon, és nem tudták egymást kérdésíteni. Tehát itt az azt is látni kell, hogy itt kis csoportos társadalomról beszélünk, ahol még önmaguk között is a kérdéseknek a megmutatása helyükön a problémák jelentek. Na, ilyen körülmények között csináltuk meg azt, hogy ami igaz, és eszembe megint nincsen vita, hogy a 95-6-os oldalmi szabadságharc nem csak magyar, hanem világpolitikai jelentőségű volt, és azt, hogy a világ továbbiakban arra, amire haladt, azt ennek a oldalmi szabadságharcnak is köszönheti. Elnök úr, köszönöm szépen! Azokat is kivették belőle az építő és építészkar, majd pedig hozzácsatolt
1951-ben alapított közlekedés ipart, amit 52-ben szólókat öltöztettek, és végül most 55 végén csatolták a műegyetemhez Pesten. Tehát nagyon bonyolult intézményi struktúrában működik az egyetem. Két rektorral ugyanazokat az épületeket használják, ugyanazokat a laborokat használják, ugyanazt a könyvtárat, udvart, stb. Tehát azt mondhatom, hogy nyugodtan használhatjuk ezt a kifejezést, hogy a műegyetem. Ráadásul a műegyetemekkor egy jubileumi évre készül alapításának 175. évfordulójára. Ott van a sportegyesület, amiben mai napig küzdik a műegyetemet, ami 60. évfordulójának megünneplésére. Már az események nem úgy fogják hozni, ahogy azt előre eltervezték, ezek az ünnepi, előre tervezett eseményeket a forradalom elsőté és egész másképpen alakulnak a dolgok. Mit kell tudni 1956 egyetemistáiról? Kérem szépen, azt kell tudni, hogy 1940 után kezdték az iskoláikat. Mindenképpen 1947 után az egypártrendszerbe szocializálódtak. Ezek voltak azok a hallgatók, akik már marxista ideológiát tanultak. Hát itt azért van egy generáció, aki velem együtt tanulta ezeket a tárgyakat még, talán már egy kicsit finomított formában. Marxista politikai gazdaságtan, filozófiát tanítak. Szóval pártörténetek magas oroszámban, magyar pártörténetek. Egy volt műegyetemista azt mondta nekem, hogy aranyoskám, tudja, az volt a hasznom mindebből, hogy megtanultuk elméletben is, hogy gyakorlatilag is hogyan kell forradalmat csinálni. De mikor 56 őszén, a nyári szünet után visszajöttek a kollégiumokba hallgatók, akkor tele voltak kérdésekkel. Ugye lakosi leváltás óta júniusok nem találkoztak. Hozták otthonról, vidékről a híreket. Hozták azt, hogy a kényszerkifeszítése nem csökken semmi. Hozták a hírt, hogy a beszolgáltatások továbbra is folynak, és nyomorog a vidék. Meglátták a tervezett tanrendjüket, és akkor látták, hogy nem csökken a marxista tárgyak óraszáma. Hogy változatlan kötelező az orosz nyelv oktatás, hogy kötelező honvédelmi oktatásra kell járni, ahelyett, hogy a szakmai tárgyakat tanulnak. Közben forrang az egész Budapest, most ugye a városról beszélek, újra berendülnek a Petőfi körnek az előadásai, szervezik Rajk Pászló és társainak a temetését, a városi temetését. És a műegyetemi hallgatók, ugyanúgy különben a többi egyetemi felsőoktatás intézmény alapul is jelen vannak ezeket az eseményeket. Közben robban be a hír, hogy Szegeden, a szegedi egyetemisták megalapították a MEFESZ. Na most ez azt jelenti, hogy az egy pár ifjúsági szervezete mellett, a KISZ mellett, megjelent a MEFESZ szervezet. Ez önmagában is forradalmi lett volt, mert hiszen a MEFESZ az a koalíciós időket idézte azt, amiről M. Kis tanáról beszélt nekünk itt az előbb. Egy monolitikus rendszerben megalapítani egy réteg ifjúsági szervezetet tényleg mindenkit megrázottak, hogy mondjam, hogy valami történt lehetősége. Felszólították a szegediek, az összes többi egyetemet, hogy csatlakozzanak hozzájuk. És a műegyetemen is ülések sorra zajlik. Azt gondolom, hogy a fényes szellők nemzedéket óta nem volt egy ülés az egyetemen, meg lehet, hogy az egész országban semmi ezekben az október, szeptember, október napokban. Pártagyűlések. Ráadásul október 27-ére hívták össze a 10 diákparlamentjét Budapesten, és évfolyamgyűlések zajlanak, küldötteket választanak ide. Most az évfolyamgyűléseken aztán kitalálnak a hallgatók. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a lázadás első helyszínei a kollégiumok volt, a kollégiumi szobák, ahol vitték a panaszaikat, ahol politizáltak először a hallgatók, a menzák, ahol kicserélték az eszméket, és itt ezeken a műegyetemi gyűléseken már felvetettek ilyen kérdéseket, hogy Tildi Zoltán vezetésével alakuljon újra a kisbarakpár. A magyar lakta területeket csatolják vissza Magyarországhoz, de a legfontosabb a diákok számára a diák jóléti követelések voltak még ekkor. Két gyűlést emelnék ki. Az első az október 19-i a Budai Várba
magyarság háza, amelyik a levéltárnak éppen most költözőben lévő részlete van ott. Ez volt a műegyetemnek a villamosparancsnoknak a kollégiuma. Október 19-e péntek este 9 óra nagygyűlés. Hoznak egy 15 pontos határozatot. Emelem ki belőle, ami új. Itt hangzik el először, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ki Magyarországról, műegyetemi viszonylatban. Itt hangzik el először, hogy nem csak világpolitikai követeléseket fogalmaznak, hanem van egy pont, Barkas Mihály és társadalmi felében vessenek nyílt tárgyalásra tartani. Utána pedig a 14, másik 14 pont diákjóléti követeléses tanulmányaikkal. Marxista tárgyak csökkentés, orosz nyelv kötelezővétele, pontosabban fakultok, nyelv oktatásnak a bevezetése. És ami nagyon fontos, hogy a jövőjük, a fiatal műszaki értelmiség problémáival foglalkoztak, hogy ne kelljen olyan főnököket elfogni, akik nem is diplomája például. Tehát az előmenetelben a szaktudás fontos szerepet játszol. Növeljék a kezdőfizetésüket, növeljék a kollégiumi fejlődhelyek számát, növeljék a menza fejadagját. Tessenek elképzelni, hogy ekkora műegyetem is, tehát még többséget 9500 műegyetem is van, ahol 1000 van, és ezek a fiúk a magasságukhoz képest 30%-kal kevesebb testsúlya rendelkeznek, mint kellene. Tehát azt mondhatnám, hogy ezek mindig éhesek voltak. Gondolom persze, hát ez egy rövésbelében, de fontos volt ez a szempont. Most ez azért emelem ki, mert eltelik 3 nap, és ezek a pontok eltűnnek. A diákpolitikai követelések eltűnnek, már nem lesznek fontosak a műegyetemen. Viszont van egy olyan szempont, amit még sehol, soha sehol nem kerül be, 6 pontot. Teljesíteni kell a kormánynak 2 héten belül, különben az utcára mennek és tüntetni fognak. Tehát ez is új dolog ezzel a 19. október 19-esek egyetemi pontokat. 3 nappal későbbre egy nagy gyűlést hívnak össze, minden aulájában. Tessenek megnézni. Hát én nem tudom hogyan, de erről a 22. nagygyűlésről nincs fotón. Betettem az üres aulának a képét, és betettem egy 12-ben zajlott diáktüntetésnek a képét, hogy el tessenek képzelni, hogy milyen lehetett az akkor, amikor 4-5000 diák volt ebben a műegyetemi aulában. Forradalmi hangulat, azt lehet mondani, amikor összejönnek, akkor még ezt nem is tudják, csak mire 5 óra van, egymás után mennek a hallgatók a mikrofonhoz, és beszélik, hogy miket szeretnének, hogyan szeretnék a helyzetük ellen hogy változtasson a nagypolitika, és 5 órakor kimegy a hallgató, vagy a mikrofonhoz egy hallgató, és beszámol a poznani eseményekről, illetve arról, hogy most mondtak a rádió, hogy Varsót elhagyják a szovjet tankok. Hatalmas ováció történt szemben, és azonnal megtalálták, hogy Varsó mellett, illetve a lengyelek mellett, a lengyel szabadság mellett egy szimpátia felvonulást rendeznek másnak, a Benszoborhoz fognak vonulni. És mint kiderül, ugye hasonlóan a többi egyetemen is hasonlóan döntenek. A másik, ami fontos dolog volt, hogy a levezetőnek köszöntötte az ott élő MEFESZ-nek a küldöttségét, a szegedi MEFESZ küldöttségét. Nem volt a programban, de a tömeg szót kért, vagy szót adatott a MEFESZ képviselőjének. Az ő beszédje hatására aztán megszavazták, hogy csatlakoznak a műegyetemnek az építő és építőmérnöki részlege csatlakozott a MEFESZ-hez. Ez a következő fontos dolog. Este 7 óra tájban egy negyedéves gépészmérnök hallgató kiment a mikrofonhoz, és csak annyit mondott, miért nem menne az oroszok haza? Némán fölnefelelben, vagy hatalmas ováció ki, és az usztik haza felkiáltás. Hát ezek után mondhatnám, hogy elszabadult a pokol, de nem a pokol szabadult el, hanem valami olyan mámos söpört át a termen, amit az, aki ott volt, nem is gondolt volna magáról, hogy aznap délután 3 óráig, hogy milyen hatás alá került, és egymástól nyelve bátorságot fogalmazták meg az újabb és újabb követeléseiket. És kiderült, hogy már a diákjóléti követelés
vettek az egészből, és a lakpolitika azokat fogalmazták meg, amelyek az egész országnak is problémái voltak, és az egész ország is szeretett volna rajta változtatni, hogy megjobbítsák azt a rendszert, amiben élnek. Hittek abban, hogy békésen ezzel lehet javítani. Komolyan gondolták, és este 9 óra tájban a rádióban menesztettek egy küldöttséget, Rókomis Istvánnak a vezetésével, a Sopikus Parlam volt egy agyúzusa, ahol a Jankovics fia Lino autójával mennek át a szabadságon, de kiderült, hogy nem viszel pontokat. Milyen pontokat olvassanak? Úgyhogy Topolino szélvédőn gyorsan fogalmazta, 10 pontot összeraktak és próbáltak tárgyalni. Lenke Valérián Marti beolvassák, hogy a rádió elnöke 5 pontot engedett volna beolvasni, a függetlenségre vonatkozó pontokat nem engedte, a politikusok neki köszönjük szépen, akkor nem, visszament az egyetemre, beszámoltak a nagygyűlésnek, akkor megpróbálták a lapszárt előtt a sajtóhoz eljutatni a pontjaikat, akkor se járultak hozzá, egyébként a jövő mérnöke, tehát a műegyetemi Hadi Mustár járult hozzá, hogy ezeket a pontokat is valóban le is hozták. Ekkor a nagygyűlés elhatározza, hogy maguk sokszorosítják. Ugye mikrofonhoz állt valaki pontonként, és bediktálta, hogy mit írjanak le. Papír, ceruzát vettek elő, és elkezdték írni a pontokat. Ezért van az, hogy a műegyetemi pontoknak 10-től 17-ig mindenféle variációjával találkozhatunk, mint egy népmesének, mert kinek, hogy mit sikerült leírni, összevonni. De a legelterjedtebb ezek közül a 14 és a 16 pontos variációk. Már a kettőt összehasonlítva is láthatjuk, hogy a 14 pontos már a 4. helyen van a szovjet csapatokat vonjuk ki magyar, vagy vonuljanak ki Magyarországon, a 16 pontosnál pedig az első helyen, tehát ilyen különbségeket láthatunk. Na most, hogyha pontokat elemezünk, azt lehet, hogy 3 csoportot mondottam ezekre. Az első csoport az a tipikus pártellenzéki követeléseket lehet besorolni. Azt, hogy hívják össze a pártkongresszus, alulról választanak új központi vezetőséget, tehát demokratikusan, nagy részt a kormányba, töröljék el a norma rendszert, a munkások, a munkások igazgatás bevezetése, parasztoknál töröljék el a beszolgáltatást. A következő csoport a tipikus demokratizálás követelések, új parlamenti választások, több pártrendszer, új nemzetgyűlés összehívása, szólás, gyülekezés, sajtószabadság, nyílt tárgyalás, koncepciós tereket érdekeltek ügyében, Rákosi felelősségre vonni, amely Oroszországban lévő letartóztatottságok az Oroszországból hazahozni. És jön a harmadik pont, a nemzeti függetlenséggel kapcsolatos pontok, ugye a szovjet csapatok jönnek ki Magyarországon, hogy szovjet, magyar, magyar, jugoszláv kapcsolatokban és a nemzeti jelképeinkre vonatkozóan visszahozni a szükségre, visszahozni és nemzetének műtelni, látni, az változzon meg, ugye a szovjetikus jó egyébként olyasson. És én itt beszélnék egy olyan pontról, amiről nem nagyon szoktunk magyarázkodni, a magyar Dunából tetszettek már hallani? Benne van a műegyetemisták politikai között. Azonban tudjuk el, hogy akkor a nagy közönséget, amit nem tudott. A magyar Duna nem volt publikus. Pécsett a mesterben a kutatási fázisban volt, illetve már egy konfessziós megállapodás történt a Szovjetunióval, és a Maszóval egy közös magyar-szovjet alumínus bauxitipari Rt-nek a felélesztés vagy továbbélesztésével próbálták meg a szovjeteknek majd így termék, hogy a Dunát-Öltőnek feldolgozunk. De még az ÁGO, bocsánat, kérlek, politikai rendőrséget, mondjuk az egyszerűség kedvéért, és az egy csoport, amely majd ennek az ellenőrzésére nincs egy szabotás foglalkozik, 56. október 3-án alakult ki ezt. Kérdezzem, hogy hol voltak a műegyetemisták ennyire jól informáltak. Hát valószínű onnan, hogy a műegyetemben mélyépítők, bőrmérők és nyári gyakorlatban ott voltak a Pécsi, a Pécsi környéki bányákban, ahol azt a két kutatóasztalát megnyitották, ahol az urán bányászat folyt, és majd csak 57-ben kötik meg azt a végleges szerződést, ami alapján. Tehát bekerült a pontokba, bekerült a közvéleménybe, de még akkor nem volt semmi, ennek ellen
hazai is feldolgozás az végig az a Szovjetunióban vagy a Fegyolsztól jogszállítani. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Ennek tudnak hátrat, most akkor hogy sem a tüzet is, igen, ez is a következő, amiről szeretném beszélni, hogy másnap Marián István történetét kívántam, akikor a hallgatók a 14-16 pontokkal az utcára akartak menni a nyomatékosítsák a szándékukat, hogy komolyan gondolják, amiket összeszedtek, hogy meg kell reformálni a rendszer. Marián István a 64. kar katonai tanszékének a vezetője szót kért és megszólította a hallgatóságot minden leány ellenére, fiai. Ez a legjobb volt, amivel a hallgatókhoz szólhatott, megszerezte a bizalmukat, az fiaim, nem engedlek benneteket, éjnek idején az álló kardéba. Tehát Mariánt elfogadták, ez mentette meg őket, megígérte nekik, hogy másnap viszont kimennek, és akkor a pontjék mellett, és a lengyelekkel való szolidaritásként segít, hogy legfőbb sajt végigbolulhassanak az utcán. Ez már másnap reggel van, mert hát most hiába hajnalban nyúló volt ez a gyűlés, nagyon sokkal esett tekintet, mert a pontjaikat ragazgatták ki az utcán. Hogy mondják ezt a nem stencilét, ugyan sokszor is írom, hogy olyat feltöltek, és annak a segítségével próbálnám is tartani, itt van a művészeti listák 14 pontja kiragasztva egy hirdető oszlopot. Tehát pontjában járták a város, és teleragazgatták ott, amit tudtak, ahol találtak valami szabad helyet, a fő sokszorosítanó pontjukat. Ez különben a Budapest Irtoman a Műegyetemnek az egyik oldalsó bejárata elő. Tehát 8-kor elkezdődik az oktatás, de kérem szépen az oktatás se az oktatók, se az hallgatók felborítva se az egyetem, az oktató többsége be is fejezi az órát és a hallgatókkal tárgyalja a pontokat, az ajzatra szervezett demonstrációt. És én itt tudtam, Mugyenszki Ádám professzornak, a műegyetemen csak Mugyi bácsinak hívott, nagyon nagy tiszteletű professzor volt. Menjetek, fiaim, pontosabb dolgotok van nektek ma, mint a mechanika. Menjetek, tegyétek szét ezt a napját a magyar történelemnek. Most az ember kicsit elgondolkodik, hogy fogalmazhatok egy ilyen patetikusan, de a Mutyi bácsiról tudni kell, hogy ő ilyen volt, ugyanis 52-ben Kossuth díjat kapott, és Enki Sándor tanár is említette a kitelepítéseket. 51-ben Budapestről kitelepítettek több mint 14 ezer ember, köztem mérnököket. És a Mutyi bácsi az egész Kossuth-díját felajánlotta a kitelepített mérnököknek a megsegítésére. És akkor megkérdezték tőle, hát ez már fogadalom is a forradalmi tettől, akkor megkérdezte, hogy miért csinálja, akkor azt mondta, hogy korrigálom a rendszer hibáit. Tehát az, tényleg azt gondolom, hogy ez akár minden is hallgathat. 12 órakor rektori szünet, október 23-a délutánja, és a hallgatók megtöltik a futballt. Jön a betiltásnak, amire majd újra. Marián a belügyminisztérium valóban megnevezi a főket, és fél három kezdetet belügyminiszter helyettesére. És tessenek megnézni, itt van a Budapoki út 2-es számú kapujából indult a Műegyetemnek a bal felső sarokban, nem tudom, hogy próbálok olyan mutatni, a műegyetemistáknak a menetek úgy határoznak, hogy zárt sorokon, partkarba ültek, néma tüntetéssel, hogy a pontjaik mellett demonstráljanak. Számukra ez nagyon-nagyon fontos. Hát a napodas, amin a rendelkezésre itt már kiértek a Gellértére, hátul van a CH épület, ez a kémiai épület, és itt pedig a CH mögött a központ épület, amit az első képen látunk. Pedig hanem a Erzsébet hídnál látjuk a menetet, és láthatjuk, hogy ugye egész a Gellért térig tart az oszló, és ez a fegyelmezet, azt mondta egy műegyetemi hallgató, hogy kart ugyan nem öltöztek karba a honvédelmi oktatásokból, de ezt az alakzatot, hogy 10-es sorokba, 20 sor egymás mögött, egy összekötő viszi a kiért közöttük, ezt gyakorolták. Tehát ennek is, hát valami használt. A menetünk már a láncszignál van, és a következő képen a bentérhez. Tehát valamiért nem érdekel.
hallgatók, meg a felettért már csak be annyira van a tempéren, tehát a mi műegyetemistán a szükségnek. Most mivel az idő lejáró van, ugye már két mondattal túl is haladtam, én csak Rajner M. János kollégám meg M. Sándorhoz is annyit szólnék hozzá, hogy ott vannak a hallgatók végig a forradalomban, az oktatók is ott vannak a forradalomban, de hogy utána mi van, illetve egy fontos mondat, a műegyetemisták többsége békés változásokat akar. Hitt abban, hogy ők meg tudják ezt a rendszert a pontjai alapján reformálni. Végig kiálltak nagy innen mellett, ez is nagyon fontos, és úgy hitte a nemzet egységére, hogy mind ez közös nemzeti érdekes meg tudják valósítani. És mikor jött a megtorlás, akkor a rektorok azt mondták, visszaköveteljük az egyetemi autonómiát, így a katona ne tegye be a lábát, itt nincsenek ellenforradalmárok, nincs fasiszta csőcselék, hős diákok vannak. Hát ugye nem tudták elérni, de még januárban is el tudták fogadtatni az egyetemi tanácsra, hogy amikor elkezdődik majd az oktatás, ha kiengedik és előkerülnek a hallgatói, akkor egy perces néma felállással fognak volna megemlékezni. Még márciusban is használják egyetemi iratokban a forradalom kifejezést, nem 57 márciusában, majd ezt lassan kiszorítja az októberi események, majd elékeznek egy sajnálatos októberi események kifejezést, és itt akkor kérem szépen a többi területet, akik érdekel, hogy beszélgetni. Köszönöm szépen! Ígértem a címben, hogy a fordulat közvetlenül.
56 rövid idejét tekintve mégis viszonylag távolról, október 25-ét az Európai Unióban jelölt van. Méghozzá a győzelemhez vezető utat a forradalom talán legtragikusabb eseményével kezdeném, a Kossuth-téri sortűzés. A Kossuth-téri sortűznek ugyanis nagyon fontos és nagyon közvetlen hatása volt mindazokra a résztvevőkre, akik a későbbiekben forradalom győzelméhez hozzájárultak. Miért? Ha megnézzük mennyire október 25-i beszédét, akkor a beszédben négy alkalommal szerepel a tragikus kifejezés. Tragikus harcok, tragikus események, tragikus nap. Úgy látom Nagy Imre beszédeit, hogy mindig egy-egy szűk tárgyra koncentrál. Október 23-án a demokrácia szerepelt állandóan visszatérő a beszédében, 25-én a tragédia. Nagy Imre ott volt a pártközpontban, nyilván eltúlzott híreket hallott a Kossuth-téri sortűzről, és nyilván rettenetesen megrendült attól, hogy egyre több áldozatot követ el a forradalom, egyre több áldozatot követ el az események, még inkább elszánta magát arra, hogy itt valami politikális, amit gyorsan változtatni kell, valamilyen megoldást kell hozni, hogy meg lehessen előzni hasonlóan tragikus események. A másik, ami nagyon fontos a Kossuth-téri sortűzzel kapcsolatban, hogy függetlenül attól, hogy mi történt pontosan a Kossuth-téren, október 25-én Budapest lakossága meg volt győződve arról, hogy gyilkos az ábó lesz az ábó. Már az október 23-i fegyveres felkelés is az ábó ellen indult, az ábó volt a legegyértelműbben meghatározó ellenségcsoport, akiket nem tekintettek a nemzet részére, a magyarsághoz nem tartozónak tekintették őket. Ez október 25-én iszonyatosan folyamatosan. Nagy Imre számára is nyilvánvalóan áll, hogy az ábó megszüntetése nélkül nem lehet kérdezni. De Nagy Imre, mint felelős politikus tudta, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben, ami október 23-án kialakult, a fegyveres testületet, a fegyveres belső rendvédelmi szervezetet nem lehet megszüntetni annyit, hogy rögtön mellépne valami más. Ismét arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem az a fontos, hogy mi történt, hanem hogy akkor mit tudtam tenni. Budapest tele volt rémhírekkel, szökött és feltörődtek forradalmárokkal, bárkire vadászolók, gyilkos ábósokról, ugyancsak tele volt a város, szökött fegyencekről, elterjedő hírekkel, innen szabadultak, jelenleg onnan szabadultak, hogy fegyverek jutottak, raboltak, hoztak, rabolnak, hoztak, hogy gyilkolnak, tehát valamilyen komoly, erős, az akkori rendőrségnél is erősebb fegyveres rendvédelmi szervezetre szükség. Ez a másik nagyon fontos következmények hatása a Kossuth-téri sortűzés. A harmadik, hogy eljött legalábbis október 23-a estétől mindenképpen, majdnem annyira, mint az ábó gyűlölt Gerő Ernő, aki átadta helyét a pártérjét, vagy akitől átvette a pártérjét, Kádár János. Kádár szerepét a november 4-e után keletkeztetett források, a Kádár és a szakirodalom mindenképpen igyekszik elhalványítani, minimalizálni, és ha úgy kezdik az ellenforradalomért, az ellenforradalom sikerén van felelősséget, áttolni Nagy Imrére, Nagy Imrét halálvégzését is kivégezték, Kádár János pedig vitte tovább a közökezdő korrigált rendszer. Az október 28-i fordulatok azonban Nagy Imre és Kádár János egymással egyetértésben határozták el. Egymással egyetértésben győzték a magyar pártvezetést, együtt győzték el a szovjet küldötteket. Szakmailag tehát, tehát igény voltak is hangzik esetleg, a 28-i fordulatot helyesen, tehát Kádár Nagy Imre, Kádár és Nagy Imre, Kádár János vezette fordulatnak tekintet. Tehát 25-én a Kossuth-téri sortűz hatására Gerőre végre bizonyította a szigetkezett alkalmatlanságát, párt irányítását, vezetését, a megegyezésre képtelen Gerőtől átvette Kádár, akiről, ha október 25-én
25. 25-én a magyar társadalomnak még nem az a képe volt, amit nekünk, sokkal erősebben dominált, tárgyal, megfurcoltatásra állt, és vártalt, törvényviselt ember, aki nyilván nem akarja ugyanazt, és ugyanazt. Végül a negyedik nagyon fontos pont, Kopácsi Sándor közkedvelté válás. Október 25-én a sortűz hatására felkészült tüntető csoportok eljárult a Pest utcáin. Az egyik ilyen csoport kiszabadítja a Jászlóvasi Kérdőkartalmas rendőrkapitányságon őrzött foglyokat, de a dolognak nem lesz következménye, Kőszegi Tibor nem érhetik a Budapesti utcákon, nem válik partnerré a felkelő csoportok számára. Ugyanez történik a Jászlóvasiban, és ekkor elvihetjük, hogy Kopácsi bevonulni, Kopácsiban lehet bevonulni, Kopácsi alkalmas tárgyaló partner. Mert nagyon fontos, egy veres harc idején nem alakulhat ki párbeszéd, egymással vadászú fél, természetesen nem tudjuk szólni egymással. Ilyen helyzetben közvetítőre van szükség, akiben mind a két félnek bizalmat. Kopácsiban teljes mértékben megbízott a magyar kártvezetés, hiszen mint állították a Budapesti rendőrkapitányság évére, világháborús partizán, veterán, kommunista elkülsége megkérdőjelezhetetlen, hát egy veres lehető. Viszont azt látták, hogy már az október 26-ig minket is Kopácsi rendőrei biztosították, már a műegyetemistákat biztosította arról, hogy Kopácsi vagy a békés tüntetőket nem fognak fegyvert használni, nem fognak erőszakot alkalmazni. Tehát lett valaki, aki az Artyom Egyesen szemben álló, hogy egyik fegyveres harcos folyamatok között közvetíteni képes, és ez Kopácsi Sándor, ezért kapja majd meg annak idejére mit ezek után magának a fordulatnak közvetlenül? A szakirodalom régóta az úgynevezett angyalföldi küldöttségnek tekinti, a küldöttségnek adja az értelmet, hogy az Imrét meggyőzték a fordulat szükségességéről, meggyőzték annak elfogadásáról, hogy aki az utcán fegyveres harcot folytatnak, aki a fegyveres harcon túl az ország forradalmában vesznek részt, azok nem ellenforradalmárok, nem a népi demokrácia megdöntése, nem a szocialista vívmányok megdöntése a céljuk, hanem meg lehet egyezni velük, a diktatúra lebontásával, az ország függetlenségéről, szabadságának a biztosítására. Ezzel kapcsolatban két dolgot fontos figyelmen. Az egyik ez az ellenforradalmazás. Nyilvánvaló, hogy amikor október 20, már éppen 24-én hajnalán fegyveresek elkezdik ostromolni a rádiót, akkor nem visznek magukkal a transzparenseket, hogy mik az ő politikai céljaik, és milyen rendszert kívánnak majd azután létrehozni, hogy ezt a fennálló diktatúrát sikerül megnyerni. Még nyilvánvalóbb, hogy a magyar rádiót ostromló elsősorban Csepelék politikusok hallani. És soroksári munkások nem emeltek táblákat a magasba, hogy vissza a földet a nagybirtokosoknak, vissza a gyárakat a tűzés tulajdonosaiknak. Tehát szó sincs arról, hogy a felkelés vagy a forradalom igazi ellenforradalmi célokat tudott volna hangoztatni a 28 óra előtt. Az ellenforradalmi vád azonban a 24-én reggel a rádió híreiben benne ért, megjelent ellenforradalmi csoportok és tanulás írja. Ellenforradalmár ebben a korban szinta citokszik. A moszkvai peregben ellenforradalmár, Trotszkij ellenforradalmától Buharin. Elnézést a szóért, ha valaki veszekedés közben levízi a másikat, akkor nem gondol arra, hogy a működésre nem tökéletes és a valóságról képzeteik vannak. Pusztán citokszik. A pártvezetés azonban beleesett a saját csapdájába, és annyit ellenforradalmár. Hogy azok, akik ténylegesen ellenforradalmat akarnak. Tehát október 27-én az a Génes Miklós és Szilágyi Józsefnek vezette két angyalföldi utas arról volt hivatott megbízni a rendőrét, hogy azok, akik az utcán vannak, azok nem a nagy tűkek által földön érelmes gondosok, és nem a nagy bőrkényszer visszaállítás.
demokráciát akarunk, illetve függetlenség, szabadságot akarunk az ország. Sajnos általában nem kap elég hangsúlyt, hogy úgy fogalmaznék, hogy a nemzetközi különbség az utolsó cseh volt a pohárban, a végső lökés tartta meg Nagy Imrének az elhatározásához. Október 25-én, tehát két nappal korábban Nagy Imrét fölkereste egy miskolci küldöttség is, amelyet a megye pártitkára közvetlenül Rudolf vezetett, aki korábban a politikai bizottságnak is tagja volt, tagja volt a központi vezetőségnek is, és ez a küldöttség, hát ez nagyjából ugyanazok a célokat terjesztett, a követeléseket terjesztett a Nagy Imre elé, mint a műegyetemisták és mint bármely más felkező, a diktatúrával szemben forduló csoport. A másik pedig, hogy október 26-án mielőtt Nagy Imrehez az Írók Szövetségének képviselői, az Egyetemi Forradalmi Diák Bizottság képviselőit küldték el, tehát a diákok is előterjesztették követeléseket, elmondhatták Nagy Imrének, hogy ők hogyan látják a helyzetet. Tehát a különböző forrásokból származó információk, azok mind abban irányban hatottak, és itt egy olyan megmozdulás van, amellyel nem szembe kell fordulni, hanem amellyel együtt lehet működni, mert nagyon rendben céljai, számos ponton közösek, hasonlóak, egyenlőségek hozhatnak. Angyalföldi küldöttségnek volt, van két olyan tagja, akiről még kevesebb szó esett, akik általában szakirodalomban, ez pedig Kerkeli Sándor egykori rendőrtész, ekkor már eltávolított, és úgy a Péter Panár, akik az előző nap kimunkálták a fegyveres testületnek a szervezetét, amely a későbbiekben nemzetőrség néven fog megalakulni. Ők ezt még kívül partakadónak nevezték, számos változás után mindenki hozzátett a magáért, illetve maga a nemzetőrség is idomult az elvárásokhoz, fog ez a szervezet megalakulni. Herpai és Józsa tehát azt mutatják meg a gyűlőnek, hogy lehetséges az államvédelem azonnali felszámolása, mert az államvédelem helyét, vagyis a rend fenntartását, amit az háború nem tudott megcsinálni, azt meg tudja csinálni. A felfegyverzendő budapesti munkások, akik igenis hajlandóak fegyvert fogni, de nem a felkelés ellen, hanem a felkelőkkel együtt a védelmével, a gyűlölmével, a szocialista védelmények védelmével. Tehát felfegyverzett munkások és diákok, a magyar fegyveres erőkkel, a budapesti rendőrséggel, illetve a honvédség alakulatával biztosítani tudják a rendet, ami lehetővé teszi nem csak az ámbó felszámolását, hanem a szovjet csapatok visszatérését is, itt nem egy hatalmi pártunk a rendet, ez az egyik nagyon fontos komponens a kormány. A másik, a fegyveres harcban szemben álló fele október 27-ére lényegében együtt jutott el odáighoz, érdekükben áll legalábbis fegyverszemben. Tessék arra gondolni, hogy a fegyveres felkelők október 23-a óta lényegében megállás nélkül harcban állnak. Akármelyik kofeint kiszik el az ember, négy nap után nem lehet, egyszerűen az emberi szervezet, a fizikus nem bírja tovább a megterelést, lélegzett vételnél kiszületlenül. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, a felkelők érdemben október 24-én hajnalban tudtak fel a fegyverket, őszerezítén elsősorban a járatból. Ezt követően már csak egy-egy legyőzött, megsegésített szovjet egységtől tudtak valamilyen műszerű támogatást jutni. Ez nyilván hallatlan kezdés a fegyveres harcnak a folytatása. Tehát október 26-ától, inkább 27-től maguk a felkelők is keresik a fegyverszünetet, valamilyen fajta megérkezésnek a lehetőségét, csak arra figyelnek, hogy ne legyőzöttként tegyék le a fegyvert, hanem a magyar honvédségnek adják át a fegyvert, és nem feltétlenül nélkül, hanem alapvetően követeléség teljesítése esetén. De megint utalnék arra, hogy az alapvető követelésekről, hogy október 24-én teljesítünk a gyűlés a kormányba, október 25-én a pártvezetésben, amely egy demokratizálásnak érzéke azzal, hogy kerül egy Kádár János egyik
A másik oldalról is megvan a hajlandóság a felületes szovjet oldalról. A szovjet csapatokat október 23-án igazi haditervére küldották, azon nem számítottak egy üres ellenállásra. Ma már tudjuk, hogy az első páncélos egységeket szlatinálni indítottak, tehát viszonylag nagy számban voltak köztük magyar nemzetiségűek, akiket akár magyarul beszélve is meg tudtak győzni, szabadságért harcolunk, ezeket a szovjet szempontból fertőzött egységeket, dezorientált egységeket, nem megfelelő hadparancsal ellátott egységeket, nyitott PSH-ban, városba küldött egységeket ki kellett vonni, hogy helyettük megbízható, jobban kiképzett és jobban kezdett egységeket lehessen visszaküldeni, ha esetleg mégis szükség van rá, de ha a politikusok nem tudják küldeni a helyzetet, a szovjet csapatok akkor is harcukat megtartva, tehát nem vesztesként, hanem azért kerülsünk a kivonásra, mert megtartják. A harmadik nagyon fontos komponens pedig, amiről azt hiszem nem is beszéltem, azt említette, az országnak a forradalma. Október 26-ára, ha megnézik az ország északi fele, északi győzött a forradalom, Szabolcs-Szatmártól Győrig, mindenhol forradalmi nemzeti tanácsnak nevezett szervezetet állnak. Ezeket a forradalmi tanácsokat mindenütt támogatták a helyi rendvédelmi szervek, a honvédség, a rendőrség és a határőrök. Innentől kezdve, ha a szovjet csapatok folytatni akarják a harcot, akkor nem csak azon a néhány ezer jó esetben puskával, vagy géppisztolyjal felszerelt, budapesti felkelők ellenállásával kell számolni, akiket október 24-ig júton nagyon nem sikerült mégis előgyőzni, hanem számítani kell a magyar néphadsereg ellenállására, ahol azért már páncélosok vannak, páncélelhárítók vannak, egészen más háborúra kell ebben az esetben fölkészülni, szintani október 28-ig előtt folytatni. A másik a sztrájk. Az országosság váló sztrájk, amelynek egyetlen komponensét emeljen ki, az alajolajbányászat és alajszállító sztrájkját, ha megszűnik az utánpótlást megállnak a páncélosok, vagy pedig gondoskodunk egy utánpótlásról, az ország forradalmasodás esetén légi úton, már pedig repülőgépet, vagy éppenével üzemanyagot lefogni, nem tudom, hogy a szövetséges haderőt végül október 27-én született a Magyar Társadalmi Irodának egy jelentése, ami a pártösztök életében maradt fönn, tehát félelmények a mindéhez. Ez a Társadalmi Irodának ez a jelentése azt tartalmazza, hogy szerte, az ország úgy egy kicsit talán még kihoznak is, megtörtént a forradalmi hatalomátvétel, szerte az országban forradalmi tanácsok vannak hatalmon. Ezeket a tanácsokat támogatják a helyi pártszervezetek, ezek a tanácsok fönntartják a közrendet, fönntartják a közbiztonságot, együttműködnek a fegyveres erőkkel. Ezek a forradalmi tanácsok nem ellenforradalmának, kitartanak a szükségesebb érvények védelmében, ezek az ország demokratikus átalakításának, az ügyetlenül bevontását és az ország szabadságát. Amennyiben a kormány együtt tud működni ezekkel a tanácsokkal, akkor elhárítható az ellenforradalom veszélye. Amennyiben szembefordul az ország forradalmával, az csak a felkelés távolának a jobbra tolódását fogja eredményezni, és a kormányzat, a pártatalom elérhető